Kedves nézőink, köszöntöm Önöket Kistelekről, ahol az Agrárminisztérium adja át az állattartó terepek korszerűsítésére kiírt nyertes pályázatok támogató okiratait. Köszöntöm Farkas Sándor, agrárminiszter helyettes urat. Agrárminiszter helyettes úr, kérem mondja el a nézőknek, hogy a kormány milyen céllal írta ki ezeket az állattartó terepek korszerűsítésére a pályázatokat. A kormányzat abból a célból, hogy ezek az állattartó telepek, amelyek Magyarországon vannak, minél korszerűbbek legyenek, minél jobban megfeleljenek a környezetvédelmi kihívásoknak, a környezetvédelemnek, és nem utolsó sorban minél hatékonyabbak legyenek, ami nem csak a szarvasmarha sertésen, szinte minden állattenyésztő ágazatra vagy állatfajra vonatkozik. Ezek a pályázatok, ezek mind a jövő pályázataihoz fogalmazhatok, mind új technológiát, új lehetőségeket, férőhelybővítést jelentenek. Én azt gondolom, hogy azok a pályázók, akik ma itt elnyerték az okirattal a pályázati támogatást, mind azt a célt szolgálja, hogy többet termeljen, hatékonyabban a környezetvédelmi feltételeknek megfeleljen, és nem utolsó sorban megfelelő hatékonysággal, megfelelő jövedelemtermelő képességgel legyenek ennek az ágazatnak a hasznos tagjai. Mekkora keretösszeggel és hány pályázó részesülhetett támogatásban? Az országos pályázatban mintegy 630 pályázat, 290 milliárd forint, ez Csongrád megyében mintegy 9,5 milliárd forint jutott ide nekünk egy 20 pályázó részéről ebben a szakaszában. Ezen kívül vannak még pályázatok, amelyeknek az elbírálása folyamatban van. Én úgy gondolom, hogy ilyen 14-15 milliárd forint fog Csongrád-Csanád megye állattenyésztő telepeinek a fejlesztésére fordítható majd a későbbi pályázatok elbírálásában. Tehát én úgy látom, hogy ebből Csongrád megye ismét úgymond kiemelkedik, és nagyon sok állattartó telep újul meg, fejlődik, és nem utolsó sorban válik a magyar agrárágazat egyik felágvárává. Hogyan érinti a magyar élelmiszeripart egy ekkora léptékű támogatás? Úgy, hogy az élelmiszeripart külön támogatni kell, mintegy 200 milliárd forint áll rendelkezésre, hogy az éppen ez a napokban nyílt meg ez a pályázati forrás, ami a feldolgozó üzemeknek, a hűtőiparnak és nem utolsó sorban természetesen a teljes borászatnak is a fejlesztését jelentheti. Ez egy óriási léptékű fejlesztési lehetőséget takar, ami az alapanyagtermelésnek megadtuk az állattenyésztési telepek fejlesztésében a támogatást, ami bővülő forrásokat és nagyobb teljesítményeket tud szolgálni. Ehhez megfelelően kell fejleszteni a feldolgozó és élelmiszeripart. Ez a fejlesztési csomag, ez a lehetőség, ez biztosítani fogja. Az állattartó telepek számára nehézséget okoz a megnövekedett takarmány ára. Ön hogy látja, milyen kiút van ebből, hogy lehet ezt kezelni? Igen, ez egy nehéz helyzet, már csak azért is, mert ezek az árak jelentős részben nem a magyar gazdaság problémáiból, vagy nem magyarországi gazdálkodásból fakad, ezek a nemzetközi különböző hatások, gazdaságpolitikai hatások. Jelentős részben a sertés ágazatnál az afrikai sertéspest is okozta a német válsághelyzet, nek a hatása alatt vagyunk itt, illetve a kínai szintén sertés importnak. Ez azt jelenti, hogy illetve a Kínával kapcsolatban még az is probléma, hogy rendkívül sok gabonát felvásároltak Európába, így a gabonárak felmentek, és pont az állattenyésztő telepek, amelyek nem önerőből tudnak takarmányt előállítani, vagy nincs meg az a termőfelület, nincs meg az a termőföld számukra az a mennyiség, hanem vásárolni kell nekik terményeket, gabonákat, abrakokat. Ezek a gazdaságok most nehéz helyzetben vannak, mert rendkívül magas, hogy meddig tart. Én úgy gondolom, hogy pár hónap, ez valamikor szerintem a jövő év közepére, inkább talán közepére ki fog egyenlítődni, de azt is látjuk, hogy az input árak azok nem valószínű, hogy vissza fognak menni. Tehát egy új árszint, egy új árszínvonal fog szerintem az elkövetkezendő fél évben kialakulni. Ehhez természetesen mindannyiunknak igazodni kell, de ezt a helyzetet viszont ezek az állattartó gazdaságok úgy tudják igazán kivédeni, vagy átfészelni inkább, ha ez megfelelő támogatás politikára rendelkezésre. Most ebben a pillanatban mintegy 4 milliárd forint az összeg, ami e célra az Agrárminisztérium úgymond
plusz támogatásként szeretne átadni a gazdálkodóknak, de én azt gondolom, hogy ezt még meg kell fejelni, és minél hamarabb oda kell adni ezeknek a gazdálkodóknak, hogy ezt a nehéz helyzetet átviseljék. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Kövesik György János úr, egyéni vállalkozó, gratulálunk! Sertéstartó telepek korszerűsítése céljából támogatásban részesült az ARC 2000 mezőgazdaság és kereskedelmi Kft. Az oklevelet Kis Sándor tulajdonos úr veszi át. Gratulálunk! Buzdár Lantos Mihály úr, egyéni vállalkozó, neki is gratulálunk! A Héja testvére Kft. Az oklevelet Héja István és dr. Héja István ügyvezető urak veszik át. Gratulálunk! A Hódmezőgazda ZRT az oklevelet Antal Gábor vezérigazgató úr veszi át. Gratulálunk! A Kórhogy PIK Kft. Az oklevelet Szabó János ügyvezető úr veszi át. Tulajdonk. Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése céljából támogatásban részesült az Alkemiszemre Al-Safar Kuwaiti Kft. Az oklevelet dr. Alábódi Szerim ügyvezető úr veszi át. Gratulálunk. A Hódargó mezőgazdasági termelő és szolgáltató ZRT az oklevelet Szabó Lajos elnök vezérigazgató úr veszi át. Gratulálunk! A Nagymágocsi Farmer Kft. Az oklevelet Molnár Imre úr pályázati szakreferens veszi át. Gratulálunk! A Vásárhelyi Róna mezőgazdasági és szolgáltató Kft. Az oklevelet Földesi László Lajos ügyvezető úr veszi át, elnézést. Jó és kecske tartó telepek korszerűsítése céljából támogatásban részesült Farkas Zoltán úr őstermelő. Gratulálunk! Egyéb állattartó telepek korszerűsítése céljából támogatásban részesült Bíró Dombovár és Stella Asztony családi gazdálkodó. Gratulálunk! Dombovári Márk Imre úr családi gazdálkodó. Gratulálunk! Hódi Károly úr, családi gazdálkodó. Gratulálunk!
Köszönöm szépen, miniszter helyettes úrnak az oklevelek átadását. Köszöntöm Nagy Sándor, polgármester urat itt Kistereken. Kérem, mondja el a nézőknek, milyen érzés egy ilyen nagyszabású rendezvénynek otthont adni. Hát az ember büszke lehet, akkor büszkeség tölt el nyilván, de szerintem nem is ez a fontos. Hanem az a fontos, hogy olyan rendezvénynek adhatunk helyet, ahol sikeres emberek sikeres jövőképét akarjuk még segíteni. Nem mi csak ezzel a kis helyszínnel, itt az Agrárminisztériumról szól elsősorban ez a mai rendezvény, és miniszter helyettes úrról, Farkas Sándorról, aki egyébként fontosnak tartja azt, hogy ilyenkor egyébként, aki arra vállalkozik, hogy a meglévő fejlesztéséhez még tovább merjen menni, és egy újabb nagy falatba merjen kezdeni, azoknak szerintem nem árt személyesen gratulálni, és személyesen azt az üzenetet elhozni, hogy a kormány segíteni akar ezeken az embereken. Mekkora jelentőséggel bír az állattenyésztés itt a térségben? Ha szükebb értelembe vesszük, akkor ez a kis térség, ez a térség nem kimondottan arról híres, hogy nagy területeken nagy gazdaságok vannak. Sokkal inkább itt a környékünkön jellemző a kacsások és a libások részben, lovasok hál' Istennek, de azok a nagyfaj, nagy állattartó telepek, azok nem nálunk, hanem sokkal inkább mi úgy mondjuk, hogy a réti földeken, a fekete földeken nagyobb gazdaságokra jellemző. De hál' Istennek a megyénk több rétű, több területből áll, többféle területből, így büszke lehetek arra, hogy köszönhetem majd azokat a gazdákat, azokat a vállalkozókat is, akik nem szűkebb értelemben a mi térségünkben dolgoznak és teszik a mindennapjukat, hanem azok a megye távolabbi részére jöttek hozzánk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, Isten hozott mindenkit. Elnök úr, mekkora jelentőséggel bír az állattenyésztési ágazat számára egy ilyen léptékű támogatás, mint a mai? Nekik mindenféleképpen nagy segítség. Én azt gondolom egyébként, hogy minden agrár szereplőnek hatalmas nagy segítség, amit a kormány jelen pillanatban tesz, hogy a bent maradó források kisöprésében megpróbálnak mindenkit támogatni. Itt ma is államtitkár úr részéről elhangzott, hogy az 50 milliárd forintos keretre országosan 260 milliárdos keret áll rendelkezésre, tehát kvázi mindenki nyert, aki egy jó pályázatot tudott beadni. Én azt gondolom, hogy a mai világban a technológiai megújítás, a költségcsökkentés, vagy akár újabb innovatív megoldások beállítása az állattartáshoz, azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen fontos, és ehhez támogatást is kapnak az agrárvállalkozások. Ön hogy látja, hogyan érinti az állattenyésztési ágazatot a megemelkedett takarmányár? Milyen kiutat lát ebből? Ugye nem csak a megemelkedett takarmányár az, ami most jelen pillanatban sújtja az állattenyésztőket és az állattartókat, hanem sok minden más is. Ugye az agrárium most egyébként sem egy jó helyzetben van, hiszen azért ez az év időjárási viszontagságai, azt gondolom, az elmúlt éveket jelentősen felülírták. Ez volt az egyik, bár ez minden agrár szereplőt érint. Nyilván a másik az a munkaerőhiány és a munkaerő kínálat, ami hát nagyon kevés, és azt gondolom, hogy ez jelentős problémákat is okoz, mert ha például egy állattartó akár a gép mellé, vagy jószág mellé keres, akár csak fejőt, akkor az most jelentős problémákkal kell, hogy szembesüljön. Erre jönnek még rá az input anyagára emelkedések, amely akár a műtrágy esetében itt mai nap folyamán is elhangzott, hogy 100%-os emelkedés történt egy év alatt, de az összes többi input anyagára is jelentős, akár 50%-os emelkedést is jelenthet, és erre jön rá az, hogy jelen pillanatban, ugye egyrészt az időjárási viszontagságok miatt, másrészt a geopolitika vagy világgazdasági problémák esetében a takarmányárak most jelentősen megnőttek, ami valahol egyébként jó, az állattartóknak ilyen tekintetben pedig jelentős problémákat okoznak. Ez egy kifejezett nagy probléma, főképp akkor, hogyha egyébként tőlük a felvásárlási ár az már sokadik éve ugyanazon az összegen jár. Tehát folyamatos présben vannak, folyamatos gazdasági és költséghatékonysági problémák merülnek itt föl, és én azt gondolom, hogy eljutottunk oda, hogy ez a 25. óra a magyar állattenyésztésben és a magyar állattartásban ez a 25. óra, ezért is mondtam azt és kértem azt ma én is az állattartók mellett, hogy mindenféleképpen jelentős figyelmet fordítson a kormányzat feléjük, és próbálják azt megtenni, hogy jóval több támogatást nyújtanak és biztosítanak részükre, mint eddig bármikor. Mert ha nincs állattartás, akkor nincs élelmiszerfeldolgozás és nincs magyar élelmiszer, ez pedig senkinek sem lesz jó. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Köszöntöm dr. Hia Istvánt, a Hia Testvérek Kft.-től. Kérem, ügyvezető úr, mondja el, hogy mire pályáztak, és mit jelent a cég életében ez a támogatás? Tavaly éve cégünk ATK pályázat keretében
egy állattartó épület kialakítására adott be pályázatot, valamint higiéniai körülmények javítását érintő pályázati részünk is volt. A mostani pályázatunk célja alapvetően az, hogy a cég hatékonyságát, munkaerőszervezési lehetőségeit javítsa, mert napjainkban, amikor igen kérdezett gazdasági helyzetben vagyunk, sajnos erre kell a legnagyobb tekintete lenni, hogy folyamatosan, állandóan a hatékonyságot tudja az ember javítani a hosszú távú életképesség reményében. Mekkora teleppel, mekkora állománnyal rendelkeznek? Mi egy 1000 kocás teleppel dolgozunk, annak a teljes szaporatával, körülbelül a felét felhízlaljuk véghízóként, a másik felét pedig hízó alapanyagként 25 kilós malac korában értékesítjük. Önöknek van növénytermesztésük is, ugye? Igen, egy 1400 hektáros nagyságrenden gazdálkodik a cégünk. Jelen rossz állattenyésztési árak időszakában mondhatjuk, hogy ez a növénytermesztési ágazat ad rövid távon életbemaradási lehetőséget a telepnek, de hogy ez hosszú távon ne következzen be, hogy a növénytermesztés kénytelen ellátni a sertéstelepet, ezért is van, hogy a hatékonyságot próbáljuk javítani, illetve a mai napon több hozzászóló is már említette, hogy persze abba bízunk, hogy rövid távon, középtávon érezhető változás áll be a városba, és akkor talán újra mondhatjuk azt, hogy önmagában is érdemes lesz a sertéstartással foglalkozni. Hogyan érinti a cég jövedelmező képességét a takarmányok árak megnövekedése, és hosszú távon ez hogyan tartható, ön hogy látja? Hát, hogy egy képi megfogalmazással éljek, egyik szemünk sír, a másik nevet. A növénytermesztési ágazatunk mérete azért nagyobb, mint amit a sertéstelep ellátása igényel, tehát minden éve folyamatosan szabad áru fejlesztésünk is van. A mostani növénytermesztési árak teszik lehetővé azt, hogy ezeket a fejlesztéseket is megfinanszírozzuk, de ha önmagában csak az állattenyésztést nézzük, akkor az elmúlt időszaknak körülbelül 50%-os áremelkedésekről beszélhetünk egy másfél éves időszakon visszatekintve. És mivel az állattenyésztésben jellemző arányszám, hogy körülbelül 65-70%-ot jelent a teljes költségen belül a takarmányköltség, akkor egy egyszerű matematikai művelet azt mondhatja, hogy 25%-kal emelkedtek meg körülbelül az összesített költségek, nem beszélve természetesen munkabérkiára, munkai bér, ami a mai magyar környezetben, hála Istennek egyébként, az is egy folyamatosan emelkedő tényező, tehát egy 25-30%-os költségemelkedésről beszélhetünk, ugyanakkor az elmúlt egy-másfél évet tekintve a világpiaci anomáliák hatására pontosan 25-30%-kal csökkentek az árak a végoldalon, tehát tulajdonképpen a bevételi oldalon 25-30%-os esés van, a költség oldalon egy 25-30%-os emelkedés. Könnyen kiszámítható, hogy most az ágazat nagyon-nagyon rossz helyzetben van. És hosszú távon mi lehet a megoldás? Hát szoktam mondani, hogy a bölcsekköve a zsebemben lenne, akkor lehet, hogy tőzsdéznék és jó részvényeket vernék. Hát hosszú távon a konszolidációban bízhatunk, de sajnos azt fogja jelenteni, hogy Magyarországon is és Európában is komoly nagyságrendű termelő fog valószínűleg tönkre menni, hogyha az államok, az egyes országok, akiknek a határain belül ezek a termelők, most nagyon rossz helyzetben termelők dolgoznak, ha csak nem lesznek kiegészítő támogatások, amelyek ezt a nagyon rossz időszak átvészelését lehetővé teszik. De jelen információk szerint sajnos a termelőknek a kiesése elkezdődött. Tehát magyar és európai szinten is információim szerint elindultak állománycsökkentések, ami azt jelenti, hogy kínálati oldalról mindenféleképpen lesz egy csökkenés, és ez majd előbb-utóbb remélhetőleg az árak stabilizálódásához vezet. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Köszöntöm Autal Gábor vezérigazgató urat a Húd Mezőgazda ZRT-től. Kérem, mondja el, hogy mire pályáztak és milyen pályázatot nyertek most itt. Hát most két témában pályáztunk, az egyik a sertéstartó telepünkön egy kocsos üldőszállást és egy hízdardát pályáztunk, meg annak az építését. A teljhasznú szarvasmarha telepünkön pedig egy istálót, egy hát valójában többféle hasznosítása lehet növendéknek, vagy előkészítős teheneknek, de ez mindenki fontos, hogy növeljük a kapacitást, hogy zsúfoltak az állataink a szarvasmarha telepen. Zsúfoltak a férőhelyeink a szarvasmarha telepen. Ön hogy látja, milyen megoldás van a takarmányárak növekedésére, illetve az input anyagárak növekedésére?
Minden költség növekedése általában megoldás a hatékonyság növekedése vagy növelése. Sertéstartásban azt gondolom, hogy már európai szinten vagyunk, az európai legjobbak szintjén, ezt folyamatosan mérjük és összehasonlítjuk. Tejhaszonszarvas marhatartásban is jó szinten vagyunk, de bekövetkezik az, amikor már nem képes az ember tovább növelni a hatékonyságot, akkor vége. Azt gondolom, hogy ez az áremelkedés is, ugye nem csak a takarmányárak emelkedtek, hanem minden egyéb inputanyag és az energiárak is, ez oda juttatja az áltenyésztési ágazatot, hogy vége lesz. Ha ebben nem lesz nagyon gyorsan nagy változtatás, már pedig az árakban kevésbé van hatása, és központilag sem lehet szabályozni, valamilyen támogatási rendszert, valamilyen kvázi kárenyhítési rendszert meg kell oldani annak érdekében, hogy a magyar áltenyésztés megmaradjon, mert nagyon-nagyon helyzetbe fog kerülni mindenki, még a legjobbak is. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Köszöntöm Szabó János ügyvezető urat a Kórogypit Kft-től. Kérem, mondja el a nézőknek, hogy milyen pályázatot adtak be, mit nyertek és mit jelent a cégük számára. A Kórogypit Kft. Ezelőtt mintegy 15 évvel egy teljes felújítást végzett el a telepen. Akkori legkorszerűbb technikát, technológiát alkalmaztunk a igen korszerű fajtához, illetve az ott tartott állatokhoz igazítva. 15 év sok idő, ugye a folyamatos használat az koptatta, meg a technológia is továbbfejlődött, a technika is továbbfejlődött, és úgy éreztük, hogy ezen változtatni kell. Egyrészt ezeknek a felújítására, cseréjére, az automatikák, automatizmusok cseréjére adtunk be pályázatot. A termelés biztonsága növelése érdekében pályáztunk olyan berendezésekre, mint ami egy áramfejlesztő agregátor, hogy itt a 20 ezer állat, ami folyamatosan a telepen eszik, biztonságban legyen olyankor is, amikor áramszünet van. Illetve azokat a kiemelten támogatott környezetvédelmet kímélő fejlesztésre adtunk még be pályázatot, elsősorban a napkollektorokra, illetve az ilyen áramfejlesztésre. Ezzel úgy gondoljuk, hogy el tudjuk érni azt, hogy a termálvíz fűtés mellett, ami a telepet üzemelteti, abban az időszakban, amikor nem kell a termálvizet még megnyitni, de ilyen hideg éjszakák vannak, mint most, tudunk egy alternatív energiát biztosít, olcsó energiát a telepnek úgy, hogy ez a kollektorok által termelt áram, ez az üzemeltetés további részén is majd felhasználható legyen. Tehát ezekben csináltunk fejlesztéseket, illetve ezekre adtunk be pályázatokat. Ön hogyan látja az állattenyésztés jövőjét, az önök cégét hogyan befolyásolja a takarmány árak növekedése? Szeretném elmondani, hogy hát itt folyamatosan nagy harcot vívunk, és stratégiai döntéseket kell hozni, taktikai lépésekkel. A Kft-nk az meglehetősen biztonságos alapokon, gazdasági alapokon rendelkezik, és mi soha nem egy évben gondolkozunk, mindig gondolunk a jövőre. Ezért olyan tartalékkal rendelkezünk még, amivel úgy gondoljuk, hogy bizonyos ideig ezt az áremelkedést talán ki tudjuk küszöbölni, de ahogy itt a mai tanácskozáson is elmondtam, ez végesnek látszik ez a lehetőség. A számomra az nem érthető, hogy az inflációs mutatót nagyon nagy mértékben a mezőgazdasággal igyekeznek szinten tartani, mert hát azok a fogyasztói árak, amit most a 400 forintos élősertésből állítanak elő, vagy árut tesznek a pultra, karajt, tarját, egyebet, ezek ugyanolyan áron vannak, mint amikor tették oda, amikor 600 forint volt, meg 550 forint volt, annyit kaptunk egy kiló élősertésért. Ez az ágazatot nem túl jól érinti, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy annak sem örülünk, hogy megkaptuk ezt a támogatási határozatot. Annak örülünk, hogy megkaptuk a támogatási határozatot.
Ez 50%-os támogatásról szól, de ez az 50%, ez már biztos, hogy nem lesz 50%, mert az, amiből megcsináljuk ezt a fejlesztést, azoknak az input anyagoknak az ára lényegesen megemelkedett. Tehát több saját erőt kell hozzátenni, rangsorolnunk kell a fejlesztéseket, hogy milyen ütemben végezzük, illetve azt várjuk, hogy valami beavatkozással esetleg támogatási arány növeléssel, egyébben tovább ösztönzik majd ezt a lehetőséget, mert így mondom, lassítva fogjuk tudni elvégezni. Köszönöm szépen, gratulálunk a nyertes pályázathoz. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, kérem tartsanak velünk legközelebb is a viszontlátásra.